Volt egyszer egy parasztlegény, aki nagyon élvezte az életét. Kurvára imádta a munkáját. Egész kibaszott nap csak sütette a belét a tűző napon és vigyázott az egy szem birkájára. A birka nem csinál semmi gecire durva dolgot, kedves okos jószág volt. Na elaludt már ez a faszkalap. Elcsámborgok innen a gyapjas picsába, nem bámulom tovább ezt a zsidót, bazd meg. Ne meséld el az én történetem semmi között hozzá, te mesemondó trógerfasz. Mondotta a birka nekem, na álljunk csak meg egy percre, ez engem oltogat. Mindjárt kiillak a meséből, te fehér göndör töltött zokni pofájú leves baszadék nyájas gyapjas kulacsbuzi. Elnézést kérek uram, nem akartam megbántani magát, önt, önnek magával, önnek maga ön, önt. Na ezt már szeretem, bazd meg. Csinálj valami érdekeset, ne csak itt basszad az anyádat a mező közepén. Értettem, kegyelmeddel tovább állok akkor uram, önönöm uram, önnek magával, magának, önnek magával, álljáfaszom megyek. Most aztán jó lelkám picsorodnék, ha érdekelne, hogy mit fog gondolni az az odvas anyaba szóherka göngyölgető csipapusziló cingár kalapkabát saroksári fenyőrakó nomád fasz. Felőlem aztán haláláig süttetheti a löpcset pumukli punciát cuttyogtató zsírgeder vájadék háj göngyöled agadvány rongyos belét, kurvára tojok rá. Genci. Irka firka birka bró megpillantotta, hogy valami nem igazából kóser a világ mindenség nézők szempontjából lévő jobb oldalon. Az anyámot itt valami gebasz van szerintem, bazd meg. Mi mást is tenne a főhős, mint hogy megnézné, hogy mi a gedvás faszom folyik azon az oldalon, ahol a part szakad és az internet akad. Hát igen, mi más tenne. Ja, álljunk meg egy tragacsba szó szende szundi billegő dudvás köcsön pillanatra. Én vagyok a main karakter, hogy basznám meg a gyapjas göndör kurva anyámat, hogy a világra jöttem, bazd meg. Na hát akkor szerintem jobb ötlet hiányában átnyergelem a gömbölydet picsámat a másik szigetelt szigedelemre, bele a védelembe bele. Nyihahahaha. Azt a kutymorgós morgó margójára meredező andokba szó majom püspök fillére. A tekergő pöcsönbe kerül ide ez a fos. Belopódzok ebbe a lakosztályba. Végre nem ugat nekem senki, hogy ne menjek bele, bazd meg. Erre a birka firka brájájá högenci. Mekkora nyelvtörő ez már, köcsögök. Jó, be volt kapcsolva a mikrofon, bocsi, nem is ezt akartam mondani. Na neki futok még egyszer és folytatom a történetet. Na, erre a firka birka belopódzott ebbe a szaros lepukkan csátorba. Kussolsz, mesélő buzi. Most már nincs kedvem bemenni, hogy kimondtad. A faszért hallgatózol még mindig, bazd meg. Megmondtam, hogy ne meséld el a történetem, te kis fikusz buzi. Én pedig megmondtam, hogy kitöröllek a mesémből, ha ismét ugatni mersz nekem, bazd meg. Ki vagy te, bazd meg? Kis mitugrász gyapjas fasz. Na háromig számolok és takarodj a szemem elől. De ha megtalállak. Ó, neked véged, bazd meg. Álálálá, geci, vájájájájájájájá, hő. Áláláj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 á. A cipódöngető krumpli szélélező őzgid a gecijével gurgulázó kocsony az abáló törpe fasz tömeg előzseble kötő széklet kanalazó levédett primitív animált kurva anyádba tűnszelt trancsírozott szopadék fancsalító gyapjú toronyrángató trógergid a felnyét pumpáló zsírgeder merítő őskövület karcolgató csöves faszán furuljázó gyapjas geci. Ja, még van egy háttér a mesében, köcsögök. Várjájájájájájájájá. Most aztán lesz, nem ulas, bazd meg. Jaj, szerintem akkor én most tovább állok a fenébe. Nem hiszem el, hogy nem találok meg egy birkát. Akkor én most megyek is tovább keresni. Elmegyek innen távolabb, mert itt nincs senki. Várjál, elkaptalak, bazd meg. Töröllek a meséből, te kis pimasz buzi. Ájá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 . Ijjárázaki nem iratkozik fel a primitív animált mesére. Most aztán nyúl megjárta ez a kis buzi. Nektek pedig hatalmas pacsinyaljátok az a csincsát.